egyes Vitéz Elvis Kirászló területvédelmi ezred oklevélát adó ünnepségén voltunk, ahol a hozzánk alapkiképzésre bevonult egyetemista és főiskolás diákok alapkiképzését hajtottuk végre. A kiképzés egy intenzívebb, így, hogy minden nap bejárnak, így magasabb szintű katonai szocializációt érnek el a kiképzés végére, jobban elmélyülnek az ismeretek, és jobban be tudjuk gyakorolni a különböző mozzanatokat. Én katona családba születtem, édesapám és édesanyám egyaránt katonák, mind a ketten több mint már 20 éve szolgálják hazájukat, és ebből kifolyólag készítést éreztem, hogy valahogy nekem is ki kell vennem a részemet a közszolgálatában, nem csak mint civil, hanem mint egyenruhás is. Ez az elmúlt 5 hét ez nagyon eseménydús volt, nagyon összekovácsolódott a csapat. Még keresem egy kicsikét az utamat, de én inkább szintén a haderőfejlesztés irányába szeretnék orientálódni. Ez volt a másik motivációm is, amiért választottam területvédelmi tartalékos szolgálati viszont. A legfőbb indok az az volt, hogy a szakmai gyakorlatot így el tudjuk végezni én is, és a járműmérnök évfolyamtársaim is, és így majd kapunk egy mélyebb betekintést mind a logisztikába, mind pedig a katonai járműfejlesztésbe.